Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 15-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mit tervez, mik az ő gondolatai. A hármas szám utal arra, hogy ő keres egy kiútat. De jelentheti azt is, hogy egy harmadik személy beleavatkozik az ő dolgaiba. Ő most a kezébe veszi ezt a kulcsot, és lezárja ezt az ajtót. Lezárja ezt a kapcsolatot, de kinyílik egy új lehetőség számára, kinyílik egy új ajtó. A második kérdés pedig az volt, milyenek az érzelmei. Ez a kép az egész világot mutatja. Az lehet, hogy ő érteklődik azután, mi történik a világban, például politikai vagy gazdasági területen, és ő érzi, hogy itt nyugtalanságok vannak. Viszont ez a kártya mutat még valami mást, egy utazást. Lehet, hogy ő tervez egy utat. Mivel itt az érzelmekről van szó ennél a második kérdésnél, itt van egy belső út, a lelki kapcsolat. Mire ez kialakul, ez a kép, ahogy ő ezt érzi, meg tervezi is, az eltarthat egy évig. Mert ezek a szimbólumok jelentik a négy elemet, a tűz elemét, a víz elemét, a föld elemét, a levegő elemét, jelenti az irányt, észak, dél, nyugat, kelet, és az évszakokat is. Tavasz, nyár, ősz és tél. És az jelent egy évet. Ő egy éven belül el akarná mind azt érni, amit ő tervez. És azt súgja neki a belső hang, igen, te ezt eléred. És mit közöl veletek? Milyen lépéseket tesz irányotokba, ugyanúgy, mint itt kinyílik egy új ajtó, itt is látható, kinyílik számotokra egy új kapu, egy új lehetőség, egy új irány. És itt látható a tűz eleme, az lelkesíteni fog mindkettőtöket. És a napi kártya azt jelenti, ajándékozd meg magadat, valami széppel. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!